A következő 7 éves ciklusban az operatív programok közül a vidékfejlesztésre az egyik legnagyobb Európai Uniós forrás áll rendelkezésre. Többek között erről is beszélt Horváth Zoltán, az Zala megyei mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal kirendeltség vezetője a ma délelőtti konferencián. Az Európai Unió 7 éves ciklusokban gondolkozik. Egy 7 éves ciklus zárásánál vagyunk, és egy újabb 7 éves ciklus kezdetén. Nyilvánvalóan minden pályázónak, minden ügyfélnek, önkormányzatnak, civil szervezetnek, magánszemélynek, vállalkozásnak ez egy igen érdekes időszak, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy a jövőjét milyen pályázati lehetőségekkel tudja megalapozni, illetve megtámogatni. Ebben a 20 perc fél órában röviden erről a lehetőségrendszerről próbálok szót ejteni. Én azt gondolom, mindenképpen érdemes megemlíteni azt, hogy magára a vidékfejlesztési programra, a vidékfejlesztésre az összes operatív program közül a második legtöbb, legnagyobb forrás áll majd rendelkezésre, és az önkormányzatok, hiszen ez a konferencia is az önkormányzatokról szól, az önkormányzatok számára is számos lehetőséget tartogat. Lőrinc Leó magáról a közfoglalkoztatási programról és azok jelentőségéről beszélt. 2016 évi legfontosabb célokat, programokat szeretném bemutatni, olyan formában, hogy melyek azok a programok, amelyek Magyarországon szeretnénk minél több helyen folytatnák a települési önkormányzatok, és ezáltal minél több embert, aki huzamosabb ideje nem tud elhelyezkedni, ezekbe a programokba bevonnák. Hát a részleteket pedig az előadásomból majd fogják látni, hallani. A közfoglalkoztatás rendszerének folyamatos változásai, tevékenységi köröknek a bővülésével nagyon sok olyan értéket teremtenek a közfoglalkoztatásban dolgozók, amely egy adott település számára, a település összképének a javításához, a település közbiztonságának a javításához, a településen élők hangulatának a javításához, a közösségi élet, közösségi kezdeményezések javításához is hozzájárulnak. A konferenciáról hosszabb összeállítást csütörtöki Közéleti Kerekasztal című műsorunkban láthatnak majd.